Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Elindítottuk a Check Engine Patreon oldalát. Ha tetszik, amit csinálunk, akkor támogass minket egy neked tetsző összeggel, exkluzív tartalmak nem lesznek, tehát semmiről nem maradsz le, amennyiben mégsem támogatnál, viszont bizonyos tartalmainkhoz idő előtt hozzáférhetsz. Valószínűleg emberek tömegeinek okozott álmatlan éjszakákat a kérdés, hogy a BZ4X-et miért hívják BZ4X-nek. Na most a BZ az azért BZ, mert kék, tehát Beyond Zero, utalva ezzel a null emissziós kibocsátásra. A 4 az a méretosztályt jelöli, tehát hogy ez egy RAV4 méretű jármű. Az X az pedig arra utal, hogy cross, mert hogy ez egy crossover, ahogy azt a mellékelt ábra mutatja, de hogyha nem hisztek nekem, akkor nézzetek el arra, mert ott még van belőle jó sok. Na de, a Toyota MZ per X azért nagyon érdekes autó, mert ez a Toyota első tisztán elektromos járműve. Tehát ők azért nagyon kigyúrták a hibridet, elég büfék hidrogénből, és nagy nehezen így a világ nyomására kitalálták, hogy kéne csinálni egy elektromos autót is. Na most nekem ezzel csak az a bajom, hogy a Toyota MZP az egy kicsit ilyen félszívvel készült érzéseim alapján, és ma azt fogjuk megmutatni, hogy mi a probléma ezzel az autóval. Mármint ez nem jó megfogalmazás. A Toyota QWERTY igazából egy nem rossz villanyautó, csak a világ legnagyobb, leginnovatívabb autógyártójától, aki tud csinálni unalmas Corollát, meg tud csinálni Lexus Elefát, hát tőlük azért egy picit ennél többet várunk. A Toyota IDDQD karriere nem indult nagyon fényesen, ugye lehetett olvasni arról a visszahívásról, hogy hajlamosak voltak lelazulni a kerék, a csavarok, és emiatt kieshetett a kerék. Bár azt hozzátették, hogy ilyen esetről nem tudnak, de a biztonság kedvéért leállították az összeset, és visszahívták az autókat, és megkérték a tulajokat, hogy véletlen se vezessenek, amíg ez a probléma nem oldódik meg. Aztán kiderült az is, hogy az autó az eredeti hatótávjának, tehát a VLTP által megadott hatótávjának a 33%-át, egyes mérések szerint az 50%-át nem tudja. Ez azért egy villanyautónál elég ciki, főleg ha akkor a gyártótól jön, mint a Toyota. Ezen azóta állítólag frissítettek, a kerékat, csavarokat bepasztázták, reméljük, és ez egy amolyan relaunch itthon, hogy megmutassák nekünk, hogy milyen ez az autó valójában. És összességében nem tudok rá nagyon haragudni, olyan, mint a legtöbb villany SUV, csak vannak neki olyan részletei, amiknél azért egy Toyotától, egy Toyota múltú és egy Toyota színvonalú autógyártónál egész egyszerűen többet várnánk. A Toyota másodfokú egyenlet megoldó képlet az eTNGA platformra épül. Ugye a TNGA platform az nagyjából minden, ami ma Toyota és nem Land Cruiser vagy hosszmotoros Lexus, de ez az eTNGA, ez azt jelenti, hogy módosították ehhez a fajta felhasználáshoz, tehát nem építettek egy önálló elektromos platformot, ami több ponton tetten érhető, például ennek az autónak nincsen frunkja, nem mintha nem lenne elég nagy a csomagtere, de már ezzel megbeszéltük, hogy miért szeretjük a frunkot. Két konfigurációban készül a jármű, két kerékhajtású és négy kerékhajtású kivitelben, és mind a kettő ugyanazt a bruttó 71,4 kWh-s akkucsomagot kapja meg. Valószínűleg nem találtátok ki a nyakamba akasztott kábelekről, de a Toyota ASDF tölthetőségéről fogunk beszélni. Nem villantott ezzel olyan nagyot az autó a megjelenésekor, ugye volt a 7 kW-os változat, most már ez 11 fölé tolható, és van 150 kW-os gyors töltőnk is. Na de, miért vannak a nyakamban ezek a vezetékek? Hát, ahogy arról megemlékeztünk, nincsen frunk. Van viszont egy bő 450 literes csomagtartónként hátul, ami valószínűleg egy picit nagyobb lehetne, hogyha az autónak nem lenne ilyen elegánsan lecsapva a hátulja, de meg tudom neki bocsátani az elegánsan lecsapott hátsót, mert így valamivel csökken a légellenállás és nő a hatótáv. 450 vagy akár 500 kilométerekről is beszélnek a Toyotánál, ami állítólag sokat javult a valós hatótáv a szoftver frissítés óta. Na, az egyik itt dolgozó Toyotás munkatárs azt mondta, hogy neki napi vegyes használatban az autó 380 kilométert azért nagy biztonsággal el tud menni. Most ez nagyjából a kategória átlagot jelenti, hogyha az ember országúton óvatosan veret, akkor akár 400 fölé is tolható, és ebben a SUV, elektromos SUV szegmensben nagyjából tényleg az átlag. A tágasságát nem vitathatjuk el, de hát miért is ne lenne tágas, ahogy már arról szó volt. Ez egy RAV4 méretű autó, és én nagyon becsülöm a Toyotába, hogy ott elő van indukciós töltőpad és hagyományos USB kiállás, hátul viszont van USB-C. Na most ez itt egy
picit ilyen sivár, ezzel itt lehetett volna valamit kezdeni, de hát ez egy középkategóriás SUV belső, nem nagyon várhatunk tőle sokat. Látszik, hogy ez még egy korábbi autógyártási szemléletben készült a beltér, hiszen irgalmatlan zongorolak felületek vannak benne, ráadásul olyan helyen, ahova az ember odakönyököl, meg összetapíz, meg nyomkod, meg mindent csinál. Erről azóta az autóipar lejött. De ugye, ahogy arról szó volt, ez nem egy friss bemutató, szerintem nagyon sok hibát most már a Toyota nekiállt kigyúrni. A villanyhajtás ellenzői előszeretettel idézgetik Toyoda Sant, aki azt mondta, hogy szerinte jó dolog a villanyhajtást, de a kizárólagos villanyhajtásra való átállás az tönkreteszi az autóipart és tönkreteszi az autonóm közlekedést, azaz az autózást. Abban végtelenül egyetértek az öreggel, hogy mindenfajta felhasználásra az elektromos hajtás nem feltétlenül jó. Tehát nemzetközi árufuvarozásra és hasonlókra még mindig inkább a dízel való, hogyha valaki nagy távolságokat nyom le országúton, gyakran, mert mondjuk olyan a munkakör, az tényleg üljön egy kis fogyasztású benzines autóban, de az tény, hogy az emberek 80%-ának tökéletes lenne egy villanyautó. Ez viszont nem gondolom, hogy mentőkörülmény a Toyota hesolyamra, mert ezt az autót érezni, hogy ahogy az elején beszéltük, hogy egy kicsit félszívvel csinálták. Oké, csinálunk egy villanyautót, hogy ne mondhassák, hogy nincs, meg most a korszellem az diktálja, de amiért én nagyon tudom szeretni a Toyotát, magam is visszaeső Toyota user vagyok amúgy, hogy a műszaki megoldások, amikben ők hisznek, mint például a hibrid hajtás, azt irgalmatlan szívvel, nagyon-nagyon sok odaadással, nagyon perfektül megcsinálják. Nekem ebből az autóból ez a fajta odaadás, ez a fajta általános, átütő, műszaki jóságérzet hiányzik, ami tulajdonképpen bármelyik hibrid Toyotában megvan, egy csofat, egy egyes Prius-tól az LC500H-ig. Érdekes ez a beltér abból a szempontból, hogy vannak benne nagyon jó ergonómiai megoldások. Én például tökre szeretem azt, már akár a régi 2-es Priusban is, hogy nagyon-nagyon sok gombot felpakoltak a kormányra, így nagyon sok funkció elérhető a kormány elengedése nélkül, és azt is nagyon szeretem, amikor dedikált kapcsolói vannak egyes fontos funkcióknak nyomógombok. Na, itt most a probléma az, hogy megvannak a dedikált kapcsolók, tehát tudom kapcsolni mondjuk a légkondit külön, tudok automata programot adni a befúvásnak, az ülésütésnek, mi egyébnek, de hogy ezek egy sima érintő felületen vannak. Tehát oké, hogy nem kell egy menüben turkálnom, de nem is érzem, hogy megnyomok egy gombot, pedig vezetés technikai szempontból biztonságosabb lenne gombokat nyomogatni, mondjuk hangerőszabályzót hagytak, hőmérsékletállítót hagytak, befújásszabályzót hagytak, de van egy csomó olyan funkció, aminek külön gombot kellett volna hagyni, és ezt az ígyszert egész egyszerűen kihagyták. Tehát ergonómiailag ez egy ilyen fura katyvasz. Tetszik például, hogy ezt a műszerfalat, ezt behúzták szövetbe. Régebben láttunk ilyet sokat az autóiparban, ma már nem olyan jellemző megoldás, és épp ezért olyan frissnek, olyan egyedinek hat. És itt van előttünk ez a műszerfal, ami tök érdekes, mert egy kicsit úgy néz ki, mint egy nagyobbacska gyereknek a bilie, tényleg így rá tudna ülni. És például úgy meg tudták oldani ezt a kijelzőt, hogy nincs szüksége takaróra, mert akármennyire süt a nap, most ilyen buta szűrt fényes nap van, amikor minden irányból süt a nap, és mégsem árnyékol be, hanem szép kontrasztosan leolvasható, mert egész egyszerűen jól kitalálták. Egy nagyon érdekes egyveleg ez az autó ilyen szempontból, tehát nézzétek meg, nincs kardán alagút, ide fért egy jó nagy tároló, van hatalmas pohártartónk, van irgalmatlan nagy, hogyan kell ezt kinyitni? Esküszöm, előbb Csepreg Irani valahogy kinyitotta, higgyétek el. Igen? Nézd. Hátra húzod, ott van egy pöcök, és magic. Hihetetlen. Szóval, hogy egy nagyon érdekes kacsvasz az autó ilyen szempontból, hogy milyen dolgok és milyen megoldások vannak benne. Tök érdekes, hogy ebbe beleterveztek egy ilyen kis tárolót, amit hogyha belesüllyesztesz, akkor pont ugyanakkor. Jó, persze ez itt tök jó, mert ki lehet önteni, ki lehet takarítani, de nem tudom, hogy ezt így mennyire gondolták át. Ez a telefontartó is igazából tökre ki van találva. Csak ezek mind olyan dolgok, hogy nem hoz újat, nem mutat nagyon mást, amit az ember úgy várna egy olyan gyártótól, aki éppen belép egy számára új piacra. Az autónak természetesen több hajtásmódja van, ugye most már ez így az elektromos hajtásláncoknál nem egy veszélyesen nagy novum, úgyhogy benyomom az X-módot, vastag, hó és sártakaró. Sajnos X-módot tudtunk intézni, havat meg sarat nem, de meglátjuk, hogy mire lesz elég. Ugye itt a fő problémát az szokta jelenteni, hogy ez egy TNGA platformos autó, vagyis Corolla, Yaris és hasonlók, nem nagyon sok a hasmagasságunk, ellenben még sok lengőkaros futómű is adott hátul.
Egyik sem a terepezés nagy barátja, de hogyha az ember ésszel él, akkor azért egész sok dolgot meg lehet benne oldani. Kedvenc autóipari érdekes tényem az, hogy a gamerci vásárlók 95%-a sosem megy terepre a G-osztályával, ami pedig a terepjáró. Hát akkor nem gondolnám, hogy a BZ4 X-nél ez az arány bármilyen tekintetben is jobb lenne. Ezekkel az autókkal nem terepeznek, ezt fogadjuk el. Viszont van modern hajtáslánc, jó kis fékezgetős imiter differenciálmű, meg mindenféle nyomatékosztás, ugye tengelyenként egy villanymotorral ez nem egy annyira nagy meglepetés. Tehát egész ügyesen el tudnak ezek mozogni terepen. Beszélünk el egy kicsit a Toyota Control Alt-Del áráról. Tehát a Toyota most meglep téged 1.800.000 kedvezménnyel, hogyha cégként vásárolod, akkor lejön 4 millió, tehát hogyha minden bolygó és csillag megfelelően együtt áll, meg feláldoztad a szüzeket, meg hátradobtad a sót a balvállat felett, akkor akár 12.990.000 forinttól is hozzájuthatsz egy készletes BZX4-hez, de fontos kiemelni, hogy ez az a változat, amit csak 7 kW-tal tudsz tölteni. Na de, ha te egy olyan BZ4X-et nézel, ami már 11 kW-tal tölthető, és nincs céged, akkor is lehet még a készletes autókhoz kapni 1,8 millió forint kedvezményt, akkor a legolcsóbb lábbalhajtós autó az 18.340.000-be kerül, ez ugye az egymotoros, első kerékhajtású, töttörött szerényen felszerelt, és a legdrágább változat, összkerék, nagy kóla, nagy krumpli, nagy tévé, az pedig 22.990.000. Na most a problémám ezzel csak az, hogy igazából majdhogy nem minden riválisa jobbat kínál ennyi pénzért. Úgyhogy fogjuk fel ezt úgy, mint egy 0.7-es verzió, és bízunk benne, hogy a Toyota következő tisztán elektromos autói jobban sikerülnek, és főleg valamilyen értelmesebb nevet kapnak. És tudod, hogy viszed haza? Ctrl-C, Ctrl-V! A Toyota Sinus Cosinus egész pontosan azt nyújtja, amit az összes többi elektromos városi terepjáró. Szép csendben siklik, gázra megindul, nem veszélyesen, de azért egy benzinmotoros autó után meglepő lehet. Viszont nagyjából ott vérzik el az összes többi ilyen, hogy a futóműve puhának igazából kemény, keménynek meg puha, tehát veszélyesen, sportosan közlekedni nem lehet vele, de hajókázni sem lehet vele. És azért, amikor a magyar utakon megtaláljuk ezeket az ilyesmi jó kis frekvenciájú úthibákat, magyarul mikor ráz, hát azzal nem sokat tud kezdeni. Most 20,7 kWh fogyasztás mutat ezen a napon, három személlyel, terepezéssel, azért néha meg-megrugdaljuk, de tehát igazából ez az érték is nagyjából teljesen átlagosnak tekinthető. Nem nagyon tudok erről az autóról kiugróan jót vagy kiugróan rosszat mondani. Ez egy ilyen langyos középszer. Kérdés, hogy mennyire lesz megbízható, ezt ugye erre nem nagyon lehet appellálni még ilyenkor, hogy mennyire lesz tartós, mert komoly akkumulátor garanciát vállalnak, akár 1 millió kilométerig garantálják azt, hogy meg lesz az akkukapacitásnak a 70%-a, de hogy lesz ebből olyan Toyota, mint mondjuk a Priusból, azt most még ilyenkor elég nehéz megmondani. A beltér anyagai azok például hasonlóak. De összességében tényleg az a helyzet, hogy az egységsugarú hobbi terepjárót kapjuk, ezúttal villanyhajtással, és manapság ezt el lehet adni, ebből meg lehet élni. Nem tudom, hogy mi lesz belőle, majd meglátjuk. A probléma csak az, hogy vannak ennél jobb áru, és általánosságba véve jobb teljesítményű autók is ezen a piacon. Úgyhogy egy kicsit azt érzem, hogy a BZ4X-el, tessék, most kimondtam a rendes nevét, a Toyota beült két szék közé. Bízom benne, hogy a következő majd sikerül.